Virtuális sétára hívta a fiatalokat Pavics Tamás büntetés végrehajtási főhadnagy, börtönmúzeumi főelőadó annak az eseménynek a keretében, melynek során az első világháború lezárásáról emlékeztek meg. Sátorai új helyen ugyan sosem zajlottak harcok a nagy háború során, azonban a háttérországként többek között jelentős szerepet töltött be a hadisérültek ellátásában. A büntetés végrehajtási főhadnagy így azokat a helyszíneket is bemutatta a fiataloknak, ahol hadikórházak működtek. Kababi Kedina iskolaigazgató elmondta, hogy fontos, hogy a diákok tisztában legyenek történelmünkkel. Olyan dolgokkal szembesülhettek a gyerekek, amit lehet, hogy nap mint nap látnak, de mégse tudják, hogy konkrétan az ott mi. Tehát, hogy hol voltak hadi új helyben, milyen szerepet töltött be Sátoraja új és a Sátoraja új vasútállomás, az Erzsébet kórház, az első világháborúban, illetve, hogy hány katona volt itt, is, hogy milyen sebesülteket, járványokat kezeltek itt az első világháborúban. Egy virtuális sétát járhattunk be az előadé során a régmódban az, ezer, tehát az, első világháborús években a város területén, illetve nem csak a város területén, hanem az egész Zemplén vármegye területén átnyúlva a Bodrog közi részekre, a felvidéki részekre, Perbenyikhez, tehát hogy az egész vármegyét összefogó előadást hallhattak a diákok. A megemlékezés az előadást követően annál az emléktáblánál folytatódott, mely azokra az iskola egykori tanáraira és diákjaira emlékeztet, akik az első világháborúban vesztették életüket. Tiszteletükre az emléktáblánál piros pipacsokat helyeztek el a jelenlegi tanulók. A megemlékezés harmadik állomása a hősök temetője volt, ahol pontban 11 óra 11 perckor emlékeztek meg a hősi halált halt magyar és külföldi honvédekről. Nem volt véletlen ez az időpont választás, hiszen 1918-ban ekkor írták alá a sokak által várt fegyverszüneti megállapodást, és lezárult az első világháború. Itt a sátoralja új helyi fegyház és börtön börtön mondott imát a honvédekért, majd a hősi halottak szimbólumával a piros pipacsal ellát keresteket helyeztek el a fejfáknál. A mai fiataloknak uh, ismerniük kell a történelmünket, hiszen a kadétképzésnek az egyik fő uh, mozgató rugója a magyar történelem és ezen belül is a magyar hadtörténelem, hiszen csak akkor válhatnak jó kadétokká, hogyha tudják azt, hogy mi volt régebben, és hogy hogyan tudnak majd ezzel a későbbiekben um, érvényesülni a megszerzett tudásukkal, és hogy mit tudnak belőle hasznosítani ahhoz, hogy ők majd megtartsák a békét, hogy ne legyen még egyszer ilyen szörnyűség így a mai napra megszerveztük ezt a megemlékezést Pavlis Tamással közösen. Ezen a napon az adott órában világszerte megemlékeztek az első nagy háború lezárásáról, és több ezer hősi halott síremlékénél, illetve hősi emlékműveknél helyezték el a hősi halottak egyetemes jelképét, a piros pipacsot.